előadás címe, mint az ilyen nagyobb betűkkel van, úgyhogy olvasható, hogy a Józan Domák Klub alternatív terhes gondozása. Ez egy program, amit hát legelőször ez ebben a szóhasználatban, hogy alternatív terhes gondozás volt, amikor 2006 végén, 2007 elején kezdtünk el használni. Mindjárt meg is kérdezték tőlünk, hogy akkor mi most valami olyat csinálunk, ami a normál terhes gondozás helyett volna. Úgyhogy a legelején elmondom, hogy nem, szó sincs erről, hanem egy olyan fajta plusz alternatív szolgáltatást próbálunk meg kialakítani, ami a teljesen megszokott normális terhes gondozás mellett vehető igénybe. A normál terhes gondozás, ugye a védőnői ellátást, a szülészeti nőgyógyászati ellátást, és hát így a törvényi definíció szerint még a házi orvosi ellátást értjük, de hát tudjuk, hogy számosan, és főleg a droghasználó nők esetében nagyon sokszor távol maradnak ettől a terhes gondozástól, nem veszik igénybe, vagy ha igen, akkor is úgy, hogy a folyamatban lényegében végig titokban tartják a saját droghasználatukat, tehát hogyha valaki kismamaként szeretné megbeszélni a droggal kapcsolatos problémáit, akkor hát ahhoz valamilyen alternatív megoldást kell alkalmazni. A célcsoport meghatározása itt kettős volt a mi esetünkben. Az egyik része nyilván a problémás kábítószer használó nőket illeti. Ez a fénykép egy ilyen szabaglói gettóban készült, amit Krakolandia néven emlegetnek a helyiek, ugye a krak és a kokain igen elterjedt használata miatt van ennek a negyednek ez a gúj neve, és hát itt egy szemmel láthatóan lárandós nő sétál az utcán. Az ő esetükben azt lehet tudni, hogy ilyen korábbi vizsgálatokból kiderült, hogy Magyarországon is, hát egészen biztos, hogy jóval több mint 90%-a a problémás kábítószer használó embereknek, itt férfiakat és nőket egyaránt értve, nem vesz részt semmilyen egészségügyi ellátásban. Nyilván ez a várandóság esetére is vonatkozik, leszámítva, hogy persze hát, szülni kórházban szoktak emberek, de ettől eltekintve, mint addiktológiai problémában rendelkező ember, a várandóság alatt se valószínű, hogy nagyobb mértékben vesz részt egészségügyi ellátásban, tehát ők nagyjából azok, akik ki szoktak maradni ebből. A célcsoport másik része az pedig a nem problémás kábítószer használóké, akikről majd szó lesz, hát ők azok, akikre szokták mondani, hogy például szociális szerhasználók, vagy rekreációs fogyasztók, ugye ők azok, akik ilyen társaságokban szoktak mondjuk hétvégenként buliknál fogyasztani valamit, vagy hát esetleg éppen csak kipróbálók voltak, de néha ez egybeesik azzal, hogy mondjuk a terhesség elején történik ez a kipróbálás, vagy egy-egy ilyen buli. Itt egy ilyen kis történeti felsorolást látunk a saját előzményeinkről. Itt ezt most némileg megmagyarázom, az egyik fele ennek a többes elsőnek. Tehát az egyik vonulata ennek, az egy önsegítő csoport, a Józan Babák droghasználó szülők önsegítő csoportja, ez 2006. szeptemberében alakult meg. Hát ez egy ilyen idézőjeles dolog, mert ez nem egy formális szervezet, ez egy informális önsegítő közösség. Ez a csoport a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány helyiségébe került, ami itt a 8. kerületben McDonald's 43 szám alatt található a mai napon is. És ennek lett a neve, ennek az alacsony küszöbű szolgáltatásnak az, hogy Józan Babák Klub, tehát ez a teljesen hivatalos, az engedélybe foglalt neve. És hát ennek a fő feladata, hogy ez a két dolog egy helyre került, hogy ebből jöjjön létre egy olyan alternatív terhes gondozási program, amiben a droghasználó várandós nőket, majd a szülés után, hogy a szülőket
akár mindkettőjüket, vagy más családtagokat is, mint családi egészet próbáljuk meg támogatni. Itt két fontos dolgot jeleztem, még az egyik a www.józanbabák.hu című honlap, amin keresztül elsősorban kommunikálunk. Ez 2007 óta látható, illetve csak jelzem, hogy van egy ilyen interaktív színházunk, erről nem beszélek majd, hiszen én utánam ez a színház következik egy bemutatóval. Az önsegítő csoportnál, akik legelőször jelen voltak, ők elsősorban szociális rekreációs használók, akik a fogantatáskor aktív használók voltak, volt, akik közöttük, akkor megtudta, hogy terhes, akkor gyorsan abba is hagyott minden. Más nem egészen, mondjuk marihuánával vagy extazival élt a terhesség alatt is. A terhes gondozásuknál többségben nem beszéltek arról, hogy nekik bármilyen drog használatuk volna. Aki megpróbálta, annak nagyon kedvezőtlenek voltak a tapasztalatai. Általában azt mondták, hogy gyorsan menjen abortuszra. Hogyha visszakérdezett, hogy mégis miért, akkor erre rendszerint nem kapott választ, ami ilyen módon egy kontraproduktív dolog volt, hiszen ő ennek kapcsán legfeljebb arról győződött meg, hogyha az orvos se tudja megmondani, miért kellene elvetetni a gyereket, hát akkor nem kell. Hiszen ebből nem következik semmi olyan nagyon egyértelmű probléma, mondjuk némi fűből vagy spírből, hogyha ami miatt abortuszra kellene menni, így aztán megszülte a gyerekét. Általában, ahogy már Zsuzsa is említette, itt az információ hiánya az nagyon jellemző, ez gyakorlatilag mindenki elmondja. Ugye itt a néhány évvel ezelőtti állapotról van szó, de most sem sokkal jobb a helyzet, hogy felkészült egészségügyi vagy szociális ellátások, hát akkor teljes mértékben hiányoztak, ma már talán icipicivel jobb a helyzet, főleg alacsony küszöbi szolgáltatásokra gondolva. Általában ellenségesnek és megbélyegzőnek érezték azt, ahogyan az ellátórendszerben is viselkedtek velük szemben. Gyakorlatilag még az is, aki esetleg a drogról nem beszélt védőnővel, orvossal vagy mással, eleve azt feltételezte, hogy ha beszélne, akkor ellenséges volna vele szemben az, aki a hivatalos terhes gondozásban dolgozik. Tehát a társadalmi előítéleteket automatikusan rávetítették az ellátórendszer szereplőire. Ezt azért tartom fontosnak mondani, mert ez a bizalmatlanság nagyon sokszor érezni lehet, hogy valaki nem szeretne nagyon beszélni az ő drogozásáról, hát ez azért nagy mértékben ebből fakad. És hát a bizonytalan jogi környezet, ez a tipikusan az ilyen, mikor veszik el majd a gyerekemet problémakör, az ezzel kapcsolatos jogszabályoknak alapvetően a nem ismerete az, ami nagyon jellemző, tehát konkrétan, ha valaki mondjuk füvezik, már fölmerül benne, hogy úristen, akkor ezért majd nem adják oda a gyerekemet, amikor megszültem, tehát már csak ezért se szeret erről beszélni. Ennek a Józan Babák csoportnak a néhány fő célkitűzése már a legelején az volt, hogy lehetőség legyen az úgymond sorstársak közötti kapcsolatteremtése, tehát ez valamiféle önsegítő működést jelent. Miután az érintetteknek nem volt semmilyen olyan tapasztalat, ami így a 12 lépéses csoportokra vonatkozott volna, tehát amin az anonim alkoholisták, vagy a Narcotics Anonymous, ők ilyenekben nem jártak, ezért nem egy ilyen következő 12 lépéses programot találtak ki, hanem egy ilyen saját megoldásban egy ilyen ügyeleti rendszer, ami arról szól, hogy egy alacsony küszöbben nálunk minden nap jelen van legalább egy ember, aki kismama, és illetve már szülő gyereket, és kismamaként drogasználó volt, és személyesen az elsődleges kapcsolatfelvételt vele lehet megtenni, illetve van telefonszám, ami pedig minden nap egy déltől 6 óráig hívható azóta is. Fontos cél az, hogy új ellátási formákat segítsenek, ugye ez az alacsony küszöbben a részvételi kapcsán már megvalósul. Szakmapolitikai javaslatok megtételibe kidolgozásában is részt kívántak venni, illetve hogy a nyilvánosságban szerepelni, ami nagyon fontos, hiszen legritkábban fordult elő korábban, hogy olyan kismama vagy édesanyja beszélt volna mondjuk egy újságban vagy rádió műsorban, akinek droghasználat mellett született gyereke. Hát azóta meglehetősen sok helyen szerepeltünk erről, egy picit később.
Az alacsony küszöbű szolgáltatás a következő rész, tehát itt a baloldali kockában látható az önsegítő csoport mellette az alacsony küszöb, ahol fontos cél az, hogy anonim, professzionális tanácsadásokat próbáljunk bevezetni. Ugye az alacsony küszöbű szolgáltatás, aki esetleg még nem hallott róla, ez a szociális törvényben az egyik alapszolgáltatás, tehát olyan, mint a családsegítés, vagy az idős otthon, és így tovább. Az egyik a közösségi ellátások között található meg, és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos tulajdonság az, hogy anonim. Tehát itt se nevet, se tajszámot, se lakcímet, bármi mást nem kell mondani, az úgy történik nem is felvétel, csak a jelenlét, hogy valaki mond egy álnevet, mondjuk engem úgy hívnak, hogy Napocska, akkor én innentől kezdve a szolgáltató nyilvántartásában így szerepelek, és nekem nem kell többet elmondanom saját magamról. Tehát ez egy nagyon fontos előfeltétel, hogy valaki megőrizve az anonimitását tudjon beszélni a saját problémáiról. Lényeges dolog, hogy miután a szolgáltatás is anonim, meg az önsegítő tevékenység is értelemszerűen anonim. Itt a két dolgot össze lehet párosítani egy szolgáltatásban, tehát hogyha egy önsegítő csoport ügyeletes, mondjuk egy jelenlévő, egyfajta szociális munkással közösen beszélget a klienssel, akkor mind a kettőjük számára ez működik úgy, hogy nem kell változtatni a normál feltételeken, hiszen mind a kettő eleve névtelen. És hát egy harmadik fontos szempont, hogy a problémákat úgy kezelni, hogy csak szociális ügyekben nyújtunk segítséget, vagy csak orvosi kérdésekben, vagy csak jogi kérdésekben, hát így nem nagyon lehet. Tehát olyan szolgáltatást célszerű fölépíteni, amiben lehetőség szerint minél több szakterület jelen van. Ez a mostani állapotok szerint, amit felsorolt, amit található meg nálunk, az addiktológiai, felnőtt és gyermekpszichiátriai, illetve szülészet, nőgyógyászati szakorvosi tanácsadás, jogi, pszichológiai, szociális tanácsadás, illetve jogi képviselet biztosítása. Ez utóbbi azt jelenti, hogy van két ügyvéd, aki része ennek a stábnak. És nagyon fontos, hogy a felsorolt szakmák nem külön szoktak leginkább megjelenni, hanem együttesen. Tehát mondjuk a félfogadási időket úgy csináljuk, hogy az ügyvéd mondjuk orvossal párban, vagy szociális munkás, pszichológussal, nőgyógyásszal párban, és minden egyes esetben, hogyha kéri valaki, akkor az önsegítő csoporttagja is jelen van, tehát hogy egy több szereplős beszélgetésre kerül sor, és akkor többféle problémát lehet egyszerre tárgyalni, ami nagyon-nagyon hasznos. Fontos szempont az, hogy a legtöbben, akik jelentkeznek, úgy jelentkeznek, hogyha jártak is már védőnőnél például, a lehető legkevesebbszer, hogy ne derüljön ki róluk, hogy ők drogoznak, vagy szülésznőgyógyásznál jártak, hát ott is a lehető legkevesebbszer, ha egyáltalán eljutottak oda. Mert sokszor úgy találkozunk az érintett hölgyekkel, hogy ők még egyáltalán nem vettek részt maximum addiktológiai szolgáltatásban, ha oda járnak egyáltalán. És ilyenkor tisztázni kell velük számos kérdés, például ez, amit már említettünk, hogy a jogi bizonytalanságuk miatt, hogyha ő elmondja, hogy használt egy kis speedet mondjuk, akkor feljelentik. Mert ő azt hiszi, hogy ez meg bekövetkezhet. Tehát ettől fél. És akkor tisztázni kell, hogy nem, azért ez nem megy ilyen egyszerűen. Tehát el lehet mondani mondjuk egy védőnőnek, aki nem így fog reagálni, hogy azonnal hívja a rendőrt. De ezek komolyan fölmerülő napi félelmek és napi kérdések. És ezek után lehet arról szó egyáltalán, hogy a nem anonim, hanem a megszabott elhelyezésben jelenlévő szolgáltatásokig eljusson egy nő, ami gyakran történik, hogy mondjuk önsegítő csoporttag szószoros értelmében kézenfogva elsétál a védőnőig, együtt mennek. Vannak ebből ilyen szituációk, amikor mondjuk önsegítő ember mondja el, hogy például kihasznált mondjuk extazit,
és akkor az érintett, aki használta, pedig csak így bólogat, hogy igen, ez igaz. Szóval, hogy ennyire nehezen megy néha belekezdeni egy ilyenfajta kommunikációba, de hogyha ő megkér, hogy inkább mondd el te, akkor még akár ideig is elmegyünk. És hát ami fontos szempont még, hogy ugye gyerek megszületik, akkor utána hát meg kell próbálni egyrészt részünkről állandósítani a kapcsolatot az édesanyával, ha van a gyereknek apja is ismert és vállalja ezt, akkor vele is, illetve rendkívül fontos az, hogy más családtagokat bevonjunk későbbiekben. Ugye Zsuzsa is említette az előbb ezt a jó anyaság koncepciót. Ez ott kezdődik általában, hogy a családban se feltétlenül fogadják el az érintett hölgyet, hogy ő egyáltalán jó anya lehetne. Nagyon sokszor azt tapasztalható, hogy az éppen szült nőnek a saját édesanyja, édesapja sugallja azt, hogy sugallja, szóval ez nagyon agresszívan is történik, hogy már pedig édesanyja, te nem vagy alkalmas semmire. Nagynénik, nagybácsik is szoktak így eljárni. Nagyon gyakran a közeli hozzátartozók azok, akik eljárásokat akarnak kezdeményezni, vegyék el azt a gyereket, mert nem lesz nála jó helyen. Szóval emiatt nekünk az egy fontos feladatunk, hogy az ilyen helyzetekben próbáljunk olyan találkozókat, egy családkonzultációt folytatni, családterápiával foglalkozni, amikor tisztázni tudjuk ezeket a helyzeteket, mert sokszor éppen a hozzátartozók azok, akik ellehetetlenítik, hogy a nő föl tudja nevelni a saját gyerekét, de ha sikerül valami egyensúlyt teremteni a családban, akkor ők lehetnek azok, akik a legeslegnagyobb támogatást is adják. Tehát ez egy kulcsfontosságú kérdés. Ennek megfelelően, tehát a Józan Babák Klub alternatív terhes gondozása, hogy összefoglalólag úgy néz ki, hogy ez egy tulajdonképpen egy ilyen három lépcsős ellátási modell, amiben az első lépcső ugye az informális, laikus önsegítő csoporttal való kapcsolatfelvétel, második lépés az, hogy ugye helyileg ugyanott található alacsony küszöbű szolgáltatást is igénybe veszi a kliens, és egy harmadik, hogyha sikerül vele együttműködve eljutni az ellátórendszerig, tehát elsősorban a terhes gondozási, bár némelykor ez esetleg addiktológiai szolgáltatást is jelenthet. Majd ezt követően a család gondozás hosszú távon, ha ez szükséges, és kérik. Ugye nagyon fontos, hogy minden egyes elemnél itt önkéntességről van szó, tehát csak és kizárólag az, amit a kliens kér, csak ő szeretne, és ha megegyezik, csak ez történhet, tehát soha semmi nem történik úgy, hogy az ő beleegyezése nélkül volna. Itt adatokat tüntettem föl. A Józan Babák Klub egészének az éves esetszáma volt, ugye ott ilyen stigulázni kell az alacsony küszöbű szolgáltatásokban, hogy hány kontaktunk van, tehát az, aki bejön az ajtón, esetünkben azt is, hogyha valaki telefonált. Ez volt 10.770 tavalyi évben, most nagyságrendileg ezen belül 12-15%-ra tehető az az arány, amit becsülhető, hogy 70-100 fő produkált az elmúlt naptári évben, amelyik kontakt köthető gyermekvállaláshoz, illetve hogy szülés utáni időszakot is ideértve. Ez nagyon változó, hogy hogy áll össze, mert van, aki bejön egy terhességi tesztért, mondjuk, és aztán nem jön vissza, tehát nem tudjuk, hogy ő most valóban egy várandós nő volt-e vagy sem, tehát ennyiben ez csak egy becsülhető adat, és őt mondjuk egyszer láttuk. De van olyan, aki mondjuk az egész terhességét, hogy kísértük a tavalyi évben a szülését, azután időszakot is, és valóban olyan 150 körüli esetet produkált egy személy. Tehát, hogy ez van néhány olyan kliens, aki nagyon-nagyon magas értékkel szerepel ebben a számításban. És hát itt annyit tüntettem még föl, hogy a személyzet az ugye az önsegítő csoport mellett itt heti egy-egy állandó időben van három különböző orvosi rendelés, illetve két ügyvédnek van két külön félfogadási ideje, és hát mellettük az egy-három diplomás segítő van mindig jelen,
képesítés nélküli segítők és esetenként önkéntesek. Két esetet szeretnék kiemelni, amelyekről azt gondolom, hogy nagyon jellemzőek, és a tavalyi évből származnak. Az egyiket így röviden, tehát ez összesen ez az egy dia, az AB az egy fiktív monogram persze, egy 24 éves hölgy, aki sosem járt semmilyen egészségügyi ellátásban, dacára annak, hogy már itt csak nem 10 éve heroin használó volt, intravénás. Egyedül egyébként korábban fékpontos tücsölében volt vendég, azon kívül pedig hozzánk jött be. Ő otthon próbált leállni, második gyermekével volt már terhes, és az első gyereknél, akinek egyébként kutyabaja lett, végig szúrta az egész terhességét, tehát végig intravénás heroinon volt. Hát itt megpróbált ugye a terhesség közepén leállni, vagy a 20. hét környéken leállni. Úgyhogy miután két napja éppen otthon gödrődött, mindenfajta segítség nélkül, akkor hozta be az édesanyja. És itt egy nagyon fontos dolog következett, hogy rögtön lehetett hívni egy taxit, amiben beültettük, és akkor az volt a mentőautó, hogy egy szocmunkás elment vele a Nyírő Gyula kórházba, ahol felvették metadonra. Ez azért nagyon fontos dolog, mert hogy a terhesség alatt a metadonnál nincs várólista, tehát ha ilyennel találkozunk, akkor a legközelebbi metadon programba azonnal be kell vinni. Hát itt mondjuk a jelentkezés meg az első metadon adag között összesen 4 óra telt el, tehát azonnal megkapta az ellátást, hogy nyilván az elvonást rögtön tudták mérsékelni. Egy nagyon furcsa eset történt ezzel a hölgyel később, aki hát legalábbis a metadonért rendszeresen, rendesen bejárt, hogy egy korábbi ügye miatt bevitték a börtönbe. Ez egy ilyen sima pénzbüntetés volt, ami hát nem is tudom, pár tízezer forint talán, ami miatt neki nem egész, hanem másfél-két hónapot kellett a tököli börtönben tölteni. A tököli börtön a számára úgy kezdődött, hogy azonnal elvonták a metadonját, és mindenféle más gyógyszereket tömtek bele. Minthogy ennek a hölgynek volt egy meghatalmazása a számomra, közigazgatási eljárásban van ilyen, hogy én lehetek az ő képviselője, dacára annak, hogy én nem vagyok jogász. Küldtem egy levelet a tököli egészségügyi részlegnek, hogy hát milyen ellátást kap ő. Amire visszaírták először, hogy megfelelő ellátást. Ezt megköszöntem szépen, mert kértem, hogy ezt részletezzék. Ebből kiderült, hogy metadon nem kap, de tegretolt igen, és leírták, hogy a metadon abszolút ellenjavalt, ami megint csak egy örömteli dolog volt, hiszen egy metadon programból került be oda. Tehát, hogyha kint mondjuk a Nyírő Gyula kórházban ajánlott metadont kapni, akkor nem érthető, hogy a büntetés végrehajtásban miért nem. Később a BV országos parancsnoksága aztán belátta, hogy ez így nem jó. Egy tavalyi ombudsmani vizsgálatnál, amit a TASZ kezdeményezett, az országos parancsnok végül is kiadott egy olyan intézkedést, hogy a BV intézményekben lehet metadont adni, de nyilván most már majd szakmailag is elfogadják. Ugyanakkor ebben az intézkedésben az szerepelt, hogy a BV intézményben tárolni ilyen gyógyszert továbbra sem lehet, tehát emiatt nekem kérdéses az, hogy hogyan kapja meg mondjuk egy kismama a tököli kórházban a metadon adagját, ha éppen metadonon volt. Úgyhogy ez egy további kérdés, amire még nem érkezett válasz, az ombudsmani hivatalt kértem, hogy erre kérdezzenek rá, elküldték a levelüket, várjuk a választ, és akkor majd kiderül, hogy hogyan zajlik ez az ellátás jelenleg. Egy második eset, ami természetesen itt is fiktív neve, Kata és Laci esete. Itt egy felsorolás az érdekes csak, hogy hány emberrel találkoztak ők. A közigazgatási eljárásnál van nekem egy meghatalmazásom, és aztán egy-kettő szociális munkás, orvos, pszichológus, két ügyvéd, laikus segítő, tehát elég sok emberrel volt nekik hirtelen pár hónap alatt kapcsolatuk. A kapcsolat felvétel maga az tavaly június 10-én történt. Szeretném jelezni, hogy itt egy visszafelé jelzés történt, tehát ahogy én például bevittük a
metadon programba az előző hölgyet, akit említettem. Itt ugyanaz játszott le visszafelé, tehát annyira, hogy a kórházból jött a telefon, hogy a metadon programban régóta résztvevő hölgyről kiderült, hogy terhes. Ez a kiderült, ez azt jelenti, hogy kb. 22. hétben volt. Furcsa módon, hogy korábban csinált egy terhességi tesztet, ami negatív lett, és aztán meglepődött a 22. héten, mégiscsak pozitív. A jelentkezéskor a hölgy azonnal át is jött, tehát valóban megjelent, és hát elmondta, hogy ő korlátozó gondnokság alatt áll, ami ugye hát rögtöni bonyodalmakat okoz, mert neki nem lesz szülői felügyeleti joga, viszont van apuka, aki kész vállalni az apasságot, és hát apuka semmiféle korlátozás alatt nem áll. Apuka egyébként egy derék 50-es, szintén metadon programba járó férfi, aki hát minden tekintetben alkalmas személyileg, meg jogilag is arra, hogy a gyerek elkövegyen. Augusztus 27-én született meg ez a gyerek, aki 3 hétig volt újszülött intenzív osztályon, aztán átvitték még egy másik osztályra megfigyelni, de összesen 6-7-es kórházi kezelése volt. Még ebben az időben itt fontos dolog volt az, hogy próbáljunk egy ilyen esetkonferenciát tartani, ahol gyorsan tisztázzuk, hogy ez a gyerek hogy kerül majd haza. Itt elsősorban is a védőnő gyerekjólétet és másokat gyámhivatalt hívtuk, hát a védőnő volt az, aki itt az első körben megérkezett. Továbbá hát több segítő is jelen volt, és a szülők elsősorban. A védőnő itt rögtön jelezte, hogy számára ez egy nagyon-nagyon aggasztó helyzet, ugye két metadon programban járó ember, a két szülő, és hogy hát ő ezt rettenetesen kockázatosnak tartja, hogy olyan véleményt adjon, hogy ők hazavihetnék a gyereküket. Ráadásul mondta, a védőnői ellátás mögött a cégnél nincs semmiféle addiktológiai konzultációs lehetőség. És hogy ő emiatt, mivel látott már negatív kimenetelű esetet, ezért ő nagyon fél, és ő ilyen körülmények között nem szívesen javasolná azt, hogy ezt a gyereket hazavihessék a szülei. Tehát egy nagyon-nagyon komoly félelemről beszélt, hogy nehogy valami baj történjen, és hogy ő esetleg ő a nevét adta ehhez. Reális volt egyébként ez a félelem, annak ellenére, hogy itt az a rendkívül pozitív eset fordult elő, amikor egy kábítószer használó nő, ahogy megtudta, hogy terhes, úgy, ahogy volt, mindent abba hagyott. Tehát a metadon mellett addig ő mindent szúrt, amit a környéken lehetett kapni, és ő tényleg egyik pillanatra a másikra mindennel felhagyott. Ez ilyen nagyon szép történet. Egyébként ez a mai napig is így van. Tehát, hogy olyan csak a metadont kapja, egyébként absztinens. Egy következő ilyen megbeszélésre elhívtuk, itt ez egy fontos dolog, a Katának nevezett édesanyja édesanyját, akivel kapcsolatban az első nyilatkozata az volt, ez egy gyámhivatali jegyzőkönyvből derült ki, hogy ő nem nagyon szeretne a lányával meg az unokájával foglalkozni. Hát aztán amikor beszéltünk vele, akkor kiderült, hogy ő miért mondta ezt, mert ugye a gyámhivatal évvel azzal kezdte, hogy vállalja az unokájával esetében a gyámságot, mert föl sem tételezték, hogy a szülők bármire is alkalmasak lennének. És ő mondta, hogy na nem, hát azt ő nem tudja vállalni, hiszen idős már ő is, meg betegségei vannak, tehát hogy ez hosszú távon nem működne. És akkor azt kérdeztük meg, hogy amennyiben a szülők tudják nevelni a gyereket, ő egy ilyen normál nagymama funkcióban szerepet vállalna, tehát hogy néha megnézi az unokáját és játszik vele, vagy megkérdezi a kislányától, hogy ő hogy van, mondta, hogy persze, az boldogan. Úgyhogy utána mentünk vissza később a gyámhivatalba, ahol már ilyen értelemben nyilatkozott, és akkor rögtön volt egy elutasítás helyett egy támogató nyilatkozat egy családtagtól. Eközben gyámhivatal egy végzésben rendelkezett a csecsemő ideiglenes elhelyezéséről, amit kijelölt egy csecsemő otthont, és szüneteltette innentől az apa szülői gondozási felügyeleti jogát. Ugye itt a védőnő nyilatkozatáról már volt szó, és a gyerekjóléti szolgálatnak kellett volna még véleményt adni. A gyerekjólétet még tavaly nyáron az egyes női klinika itt a Baross utcából fölkérte, hogy készítsen egy környezettanulmányt. Ténylegesen ezt 8 hónap alatt sikerült megcsinálni, idén 2010. februárban jutott el a gyerekjólét
az érintett családhoz. A szülők részéről ugyan Ira Gyula kórházban készült az orvosi szakvélemény, ami leírta, hogy tökéletesen alkalmasak a gyerekük nevelésére, tőlük is kaptak egy ugyanilyen szakvéleményt. Itt az október 12-i gyámhivatali meghallgatáson volt, hogy nagymama bejött, és akkor ő elmondta, hogy alkalmasnak, vagy ő nagymamaként szeretne részt venni a nevelésben, és hogy a lánya is úgy tűnik, hogy alkalmas erre a feladatra. A szülők ekkor jelezték, hogy ezzel a gyerek otthoni elhelyezése probléma van. Ugye a gyámhivatal azért küldte a babát a gyerek otthonba, hogy a szülők majd oda bejárnak, és akkor a személyzet megnézi, hogy hogyan foglalkoznak vele. Ami egy észszerű dolognak tűnik, kivéve, hogy ez a gyerek otthon több mint másfél óra utazásra volt tőlük, tehát oda-vissza ez olyan 3-3 és fél óra körüli út volt. Amikor pedig oda mentek, akkor ez ténylegesen azt jelentette, hogy egy 30 percre megkapták a folyosón a babát, mondván, hogy ennél többet nem tudnak velük foglalkozni. És akkor egy idő után jelezték, hogy ennek így viszont semmi értelme nincsen. Ebben az ügyben egy idő után már ilyen sajtóanyagok születtek, úgyhogy van a Házon kívül című RTL-es műsornak egy tavalyi adása, ahol Kata nyilatkozott, illetve hát az Origó női lapozó oldalán is egy nagyon szép hosszú cikk született ezzel az ügyel kapcsolatban, illetve a Józan Babák útban kapcsolatban. Az utóbbit én azért ajánlom mindenkinek, hogy esetleg ha tud nézzen utána, a józanbabák.hu oldalon egyébként megtalálhatók a linkek, mert hogy ez az Origó cikk, ez egy nagyon korrekt, kiegyensúlyozott szöveg volt, és hogyha tisztességes tájékoztatás történik valahol egy ilyen család történetről, akkor az is látható, hogy a kommentek, egy 145 hozzászólás volt ehhez a történethez, rendkívül kiegyensúlyozottakká váltak. Tehát míg máskor nagyon elutasító a társadalom droghasználók, pláne egy droghasználó édesanyával szemben, úgyhogy a részleteket nagyon tisztességesen leírta az újságíró Nagy Melinda egyébként, így a hozzászólások is olyan fele-fele arányban voltak támogatók vagy elítélők. Szóval egészen más visszajelzés jött, mint amit egyébként feltételezhetnénk. November 6-án gyámhivatal úgy döntött, hogy megkaphatják a gyereküket, és ugye az apának, Locinak a szülői felügyeleti joga állt helyre. 2010 márciusában gyerekjóléti szolgálatnál volt egy tárgyalás, hogy szükséges-e a védelembevétel, mondták, hogy nem, hiszen a család tökéletesen jó, kiegyensúlyozott életet él. Egy-két észrevétel gyorsan, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezést azért tartották fontosnak, mert hogy nem látták biztosítottnak a megfelelő gondozást, és amit mondtam, hogy ha gyerek otthon meg tudja figyelni, hogy ők alkalmasak-e szülőnek, akkor tudnak majd nyilatkozatot tenni, de hát erre ugye fél óra alatt naponta nincs lehetőség. A gyerekjóléti szolgálat nem készített környezettanulmányt, illetve hát most a 8 hónap elteltével sikerült. Tehát ezek a kísérletek az ellátórendszer részéről mondhatjuk, hogy a teljes csődként azonosíthatók. Gyerekjóléti szolgálat, gyermekvédelmi iroda, ugye önkormányzatoknál van ilyen védőnő, ahogy sokukkal sokszor beszélünk erről az ügyről és más ügyről, és mindannyiszor elmondják, hogy nincs addiktológiai támogatásuk. Tehát, hogy azért is nagyon félnek ezektől az ügyektől, mert hogy valamelyesebb természetes, hogy mindenki felelősséget érez, hogyha hivatásából következően a véleményét kérdi, nyilatkozatot kérnek tőle, és nagyon féltik ezeket a babákat, ami teljesen érthető egyébként. Fontos volna megoldani, hogy ezek után biztosítsanak egyrészt képzéseket, amiről már esett szó a korábbiakban a szakemberek számára, másfelől pedig, ha máshogy nem oldható ez meg, akkor ez lehet a saját feladatunk is, mondom ezt most így az addiktológiai szolgáltatóknak, hogy minden lehető módon próbáljunk felajánlani olyan konzultációs lehetőségeket, hogy az ilyen
problémás esetekben egy védőnő, vagy egy gyerekjóléti szakember jöhessen, és mindent tegyünk meg azért, hogy az ő munkáját segítsük. És ami itt nagyon fontos, hogy hát számtalan intézmény hiányzik a rendszerből, ami a droghasználó várandós, meg egy édesanyák ellátásához tartozna. Ezek közül az egyik, hogy fontos lenne egyébként, ha jól tudom, legközelebb Bécsben van ilyen, ahol például metadon használat mellett, vagy szuboxon mellett a szülés előtt már be lehet vonulni, de gyakorlatilag egy ilyen szülészeti klinikát kell elképzelni, ahol ha már van gyereke édesanyának, akkor beviheti magával, tehát úgy tudom, hogy benne is lakhat, és aztán mindaddig, amíg nem nincsenek abban az alkalmas állapotban, hogy kiköltözzenek, ott tudnak bent élni. Tehát, hogy elsősorban is van egy ilyen egészségügyi szülészeti nőgyógyászati centrum. No, néhány dilemmát szeretnék még itt felsorolni, ami tapasztalataink szerint mindig fölvetődik. Az egyik ez az abortusz versus gyermekvállalás kérdése. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az alacsony küszöbű szolgáltatóknak nem dolguk az, hogy abortusz kérdés kapcsán olyan módon állást foglaljanak, hogy ahogyan ezt a klasszikus abortusz vitákban hallani szoktuk. Nekünk ebben csak és kizárólag az a dolgunk, hogy minden segítséget megadjuk ahhoz, hogy az érintett hölgy döntést tudjon hozni. Tehát ebben bármerre elmehetünk vele, önsegítő csoportok, vallási közösségekig, ha erre van igénye és ő ezt kéri, akkor segítsünk neki, hogy ezeket megtalálja és segítsük az ő döntéshozatalát. Ha orvossal szeretne beszélni, akkor orvost kapjon, akivel döntést tud hozni, de mindenképpen ő mondja ki a végső szót, és nem érdemes semmilyen értelemben nyomást gyakorolni. Ugye az abstinencia vagy ártalomcsökkentés, nagyon nem szerencsés azt mondani, hogy most aztán azonnal tessék leszokni mindenféle szerekről, mert ettől maximum meg fog ijedni egy érintett kismama, de ha egyébként nem tud vagy nem akar felhagyni a szokásaival, akkor egy ilyen közlés miatt nem is fog. Tehát ha ő azt mondja, hogy nem képes abba hagyni mindenféle szerhasználatot, akkor próbáljuk ezt meg bármilyen nehezünkre is esik, egyébként néha tényleg nehéz elfogadni, hogy jelenleg ez a helyzet, és abban valamiféle egyeztetést kezdeni, hogy hogyan lehet mérsékelni az ő szerhasználatát. Egyébként az egy állandó tapasztalat, hogy az egyszerű füvezőtől a stabil heroinistáig mindenki jelentős mértékben próbálja csökkenteni a várandóság alatt a használatot. Tehát, hogy itt azért van egy olyan szerhasználó, akiben nagyon nagy az együttműködési készség, és amiatt ne tegyünk szemrehányást, hogy ez a csökkentés ez nem nulla rögtön. Tehát lehet, hogy ez nem sikerül azonnal. A beteg vagy nem beteg? Hát itt azoknak a nőknek az esetében, akik ugye nem kényszeresen szociális használók, vagy kipróbálók, hát ott végképp nem szabad arról beszélni, hogy szenvedély beteg volna, ezt rettenetesen nem szeretik. Tehát, hogy ugye itt van idézőjelben ilyen jellegzetes mondat, ez a nem vagyok drogos. Ez erre utal, tehát hogy ne azonosítsák őt be a drogossággal. Ez nem az ő azonossága. Azért, mert néha bulizott, vagy szívott, valamit csinált, attól őt még nem minősítsük így, tehát ez rendkívül fontos. És általában véve pedig, hát aki nem tekinti betegségnek a saját esetleges szenvedélybetegségét, attól nem várjuk el, hogy ebben a helyzetben majd hirtelen ez belátja. Tehát ha ő úgymond nincs betegségbelátás, akkor fogadjuk el, hogy nincs, illetve nem kényszeres használó esetében semmiképpen nem indokolt, hogy betegnek nyilvánítsunk. A terhesgondozás és az addiktológiai ellátás kérdése, fontos az, hogy itt a legtöbb jelentkező a gyerek szempontjait veszik figyelembe. Tehát az addiktológiai ellátás úgy, hogy ha az a gyerek érdekeit is szolgálja, de
de önmagában nem valószínű, hogy pont akkor akar elmenni egy rehabra leszokni. Tehát nem nagyon érdemes ezt erőltetni, hanem azokat a beavatkozásokat és szempontokat érdemes végigvenni, amiben olyasfajta konszenzus jöhet létre, hogy a gyerek érdekében, amit ő is fontosnak tart, meg mi is az ellátást végző szervezet fontosnak tartunk, hogy ebben mi az, ami ilyen közös pontként megtalálunk, mi az, ami egyetértünk abban, hogy a születendő gyerek számára fontos volna. És akkor általában ezekben valóban meg lehet egyezni, ez amikor kórházi ellátást, vagy bármilyen egyéb ellátást szervezünk, akkor körülbelül erre van lehetőség. A stigmatizáció, hát ez egy problémás dolog, ugye Magyarországon a legelutasítottabb társadalmi csoport a kábítószer használóké. Tehát ők állnak az első helyen, másodikok az alkoholisták, harmadikok a pszichiátriai kezeltek. Mindenki más a börtönviseltől kezdve a származási kisebbségek messze-messze utánuk következnek. Hát ezt feltehetjük, hogy ezek után önmagában egy drogozó kismamát még ennél is jobban, vagy ezen belül is különösen elutasít a társadalom, ezért segítőnek nagyon fontos azt tudatnia, hogy nem ítéli el őt személy szerint azért, amit csinál. Tehát, hogyha a kliens ezt elhiszi, vagy megérzi rajtunk, akkor egészen másképpen fog viszonyulni a továbbiakban közös munkához. És hát a szakember, vagy laikus segítő, saját tapasztalatból azt mondhatjuk, hogy elsősorban a laikus kapcsolatokat keresik az érintett hölgyek, és még házon belül az anonim szakmai tanácsadásokat is úgy veszik igénybe, hogy a laikus segítőkkel való találkozások után mennek el esetleg a szomszédszobáig is már, ahol egy szakemberrel beszélnek. És ott is fontos fenntartani azt a helyzetet, hogy a laikus segítő bemehessen, tehát az önsegítő lehessen jelen akkor, amikor ez a szakmai tanácsadás történik. A jelenleg Magyarországon nincsenek elfogadott protokollok, irányelvek, ajánlások, mint tudjuk. Ezek közül, tehát még két kiadványt tettem ide, az egyik az a saját könyvünk, a másik pedig a Addiktológiai Centrumnak a kiadványa, mind a kettőt a regisztrációnál megtalálható, ha valakinek nincs belőle. Tehát, hogy itt mind a két kiadványt lehet kapni, mármint, hogy 0 forint értékesítésmentesen. Ezek olyan magyar nyelvű módszertani anyagok, amiben sok szakma képviselői írták le a saját ismereteiket. Ezek gyakorlatilag ilyen hiánypótló kiadványok. És hát amiről tudunk, hogy elkezdődött ilyen szabályalkotási folyamat, az az egyik, amit mi kezdeményeztünk, ez úgy menet közben van, alacsony küszöbi szolgáltatások részére egy ilyen javaslatot fogalmazunk meg, illetve délután majd Hajnal Renáta fog beszélni arról, hogy a gyermekjóléti szolgálatok részére is készül egy ilyen szakmai módszertani ajánlás, ami a Szociálpolitika és Munkaügyi Intézetben készül, ahol a szerzők dolgoznak, és május magassága valamikor a gyerekjólétiknek lesz egy ilyen országos konferenciájuk, találkozójuk, akkor tárgyalják.